Az idősek napközéjének munkatársait, az egészségügyi dolgozókat, valamint az idősek apartmanháza lakóit szeretnék megvizsgálni azokkal a gyors tesztekkel, amelyeket a város önkormányzata rendelt meg, tájékoztatott Jászárok Szálás polgármestere. A 100 darab vírus ellenanyagot kimutató teszt várhatóan a jövő héten érkezik meg a településre. Én bízom benne, hogy apartmanház lakóira már akkor a állami teszt is fog vonatkozni, van rá remény, hogy le fogják szűrni az egész országba, tesztelni fogják a lakókat. Ha ez nem érkezik meg akkor, amikor a mi tesztünk megérkezik, akkor mi le fogjuk tesztelni azt a 26 embert, aki jelenleg a apartmanházban van. Az állapotfelmérést, a megelőzést szolgálja a tesztelés, tette hozzá a polgármester. Felelősséggel tartozunk egymásért, idősekért, a dolgozóinkért, és hogyha bárkiről is kiderül ezzel a teszttel, nyilván egy teszt az csak tájékoztató jellegű, tehát hogyha valaki ezen a teszten pozitív lesz, akkor azt tovább vizsgáltatjuk, de azt tudnunk kell, hogy nem alakulnak ki olyan gócok, ami utána elterjedve a városba nagyobb fertőzési forrást jelentene. A szakemberek javaslata alapján megrendelt gyors tesztek a fertőzés korai szakaszában 90%-os, míg későbbi szakaszában 100%-os pontossággal mutatják ki a COVID-19 vírus jelenlétét, mutatott rá Bíró Attila házi orvos. A fertőzés gyakran semmilyen, vagy csak nagyon enyhe tünetekkel jár együtt. Megelőzhetünk egy járványt esetleg az idősek otthonában, vagy pedig a gondozók, akik kijárnak az idős betegekhez ápoló tevékenységet végezni, tehát a fürdetéstől elkezdve a pelenkázás, bevásárlás elvégzik számukra. Van, akinél kötözést végeznek, mert krónikus sebjük van. Ezek a dolgozók sem fogják akkor megfertőzni az időseket. A tesztek érkezésekor azonnal megkezdik a vizsgálatokat. Az a szerológiai teszt az vérből történik. A dolgozókat meghatározott sorrendben időre fogjuk berendelni egy helyiségben. Ennek a kijelölése, ez még jelenleg nem beszéltük meg, folyamatban van. Ez valószínűleg én azt javasolnám, hogy a városnak van egy vérvételi laboratóriuma jelenleg. Az a helyiség megfelelő erre a célra, és a dolgozókat ott fogjuk majd letesztelni. A 100 teszt beszerzése 460 000 forintos költséget jelent a város számára. A koronavírus elleni védekezés, megelőzés költségeire 10 millió forintos keretet különítettek el költségvetésen belüli átcsoportosítással, amelyből eddig mintegy 4,3 millió forintot használtak fel. A tesztek mellett kesztyűket, maszkokat, fertőtlenítőt, védőruhákat vásároltak, valamint az apartmanházban kialakítottak egy 4 ágyas krízisosztályt. Az elmúlt napokban érkezett hírek szerint van arra esély, hogy az Európai Unió forrásaiból az állam megtéríti a védekezés költségeit a települések számára, jegyezte meg a polgármester. We'll be right back.